Letartóztatás, szerelemféltésből ölt az az eperjeskei lakos, akit a napokban fogott el a rendőrség. Sikerült a közepes termés, az akác és a napraforgó is sokkal korábban virágzott, átlagos mészhozamot értek el a térség méhészei. 4 tonnás vőlegény Spanyolországból érkezett a Nyíregyházi állatparkba a 20 éves Jumbo nevű afrikai elefánt. Letartóztatását indítványozza a főügyészség annak a férfinak, aki szerelemféltés miatt egy szerszámnyéllel súlyosan bántalmazta barátnőjét, a nála lévő férfit pedig megölte. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A megalapozott gyanú szerint a 60-as évei elején járó férfi július 15-én eperjesként éjjel megjelent a sértett lakóházánál, majd a teraszon ülve várakozott, míg a nő a lakás bejárati ajtaját ki nem nyitotta. Ekkor a teraszról magához vett egy szerszámnyelet, és azzal többször fejen ütötte a szobában tartózkodó férfit, aki a helyszínen meghalt. A nő ezt látva menekülni próbált, de a gyanúsított a sértettet az ágyra visszahúzta, és őt is többször fejen ütötte a szerszámnyelet. Ezután hazament és az elkövetés eszközét a ruházatával együtt elégette. A férfire és a nőre másfél nap múlva munkatársai találtak rá, akik értesítették a hatóságokat. A férfin sajnos már nem tudtak segíteni, a nőt súlyos sérülésekkel jelenleg is kórházban ápolják. A több ember sérelmére elkövetett emberölés büntetének kísérlete olyan kiemelkedő tárgyi súlyú, akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető élet elleni cselekmény, mely miatt a gyanúsított szökésétől lehet tartani. Vele szemben a bűnismétlés veszélye is fennáll, ezért a főügyészség indítványozta a férfi letartóztatását. Lassan véget érnek a pergetések a méhészetekben, és elkészülnek az idei méztermékek. A körülmények idén sem voltak a legideálisabbak az előállításhoz, ugyanis minden eddiginél korábban virágzott az akác és a napraforgó is. Ráadásul utóbbi esetében csaknem 40 fokos kánikulában kellett dolgoznia a méheknek, a térségben ennek ellenére is sikerült közepes hozamot elérni. Így virágzott az akác 3 hónappal ezelőtt, azaz április 2. felében. Ez a látvány pedig szinte kivétel nélkül május közepétől megszokott. Ahogyan a mezőgazdaságban szinte minden téren, így az akácnál is jóval korábban megindult a rügyfakadás. Ez azonban a méheket is megzavarta, nem kezdték meg időben a beporzást, ráadásul ezután erős lehűlés következett. Szerencsére azonban a virágzás eddig nem tapasztalt hosszú ideig tartott. 3 hétig virágzott az akác, úgyhogy hiába lement az első 1,5 hét, úgyhogy semminek tár képződés nem volt, nem volt hordás, de a végére, végül is az akác virágzás végére azért egy közepes termést el tudtunk érni a mély családokkal. Az akác után nagyon hamar, ilyen hamar, vagy hát akkor durván 6 hétre szokott a napraforgó virágozni. Hát ez most lecsökkent 1 hónapra, a családok igazából nem készültek fel a napraforgó virágzásra még, ugye az akác az valamennyire legyengíti őket a sok munka miatt, végül is napraforgóra gyengébb családokkal mentünk. Nagyon szép volt a napraforgó, beázottság, minden adott volt végül is, ami nekünk nagyon rosszul jött megint, ez a 40 fokos hőmérséklet. A napraforgó virágzás alatt végig 40 fok volt, a mély családok 36 fokot tartanak a kaptárba, a fészekbe. A tikkasztó kánikulában pedig a méhek sokkal inkább a kaptár hűtésével foglalkoztak, mint sem a hordással, emiatt hamar kiszáradt a nektár a napraforgón. A pergetésen már nagyjából túl vannak az ágazatban dolgozók, a már említett okok miatt erre is hetekkel korábban került sor a szokásostól. Ez az időbeli eltolódás pedig a jövőre nézve is negatív következményeket hordozhat. Egy közepes termést elértünk, amit a legrosszabb, hogy július közepét írunk, és elvirágzott a napraforgó, virít a szolidágó, a mély családoknak pedig azért szeptember közepéig, 2. feléig hordás kellene, az, hogy virágport nektár tudjanak hordani. Beázottság megvan, bízunk benne, hogy a átérő növények vagy más virágok még virágozni fognak, de nem lesz egy egyszerű beterelési évünk. Kérdéses lesz a tavaszi mély családok indulása, mert nem fog tökéletes családbetelelni. Hók József hozzátette, a piaci viszonyok továbbra sem kecsegtetőek az ágazatban. A Magyarországon megtermelt méz 70-80%-át az európai piacokra értékesítik. A kontinensen azonban jelentősen leverte az árakat a Kínából tömegesen importált, sok esetben nem is természetesen előállított méz.
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a kínai műméz visszaszorítása miatt antidömping panaszt fogalmazott meg. A beadványhoz Spanyolország kivételével a legnagyobb méztermelő országok is csatlakoztak, mint Románia, Franciaország, Olaszország, Németország és Lengyelország. Az Egyesület jelenleg az Európai Bizottság észrevételeit várja. Nem mindegy, hogy mikor és mennyit locsolunk a tartós hőhullám idején, a hetek óta tartó kánikula kerteket is megviseli. A szakemberek azt javasolják, hogy a növények védelme érdekében a hajnali vagy kora esti órákban locsoljunk. Tombol az aszály, vízágyúzzák a kukoricaültetvényt. Az öntözés nem csak a gazdáknak jelent ilyenkor több erőfeszítést, a háztáji és a díszkert növényei is megsínylik a rendkívüli hőséget. Az aszályos időszakokra érdemes a szakember szerint már tavasz elején felkészíteni a kertet. Ritkábban, de nagyobb vízmennyiséggel locsolunk, akár ez 2-3 naponta is, de egy nagyobb vízmennyiség kijutatásával a gyökérzónát lejjebb tudjuk tolni, bármilyen növény esetében. Ezáltal egy picit a nagy kánikula, vagy akár a nyaralás általi öntözetlen időszakot könnyebben át tudná viselni a növény. Ebben a kertészetben a növények 80%-át automata rendszerrel öntözik. A maradék 20% kézilocsolást igényel. Ráadásul, mivel cserepes növényekről van szó, ezért ezt naponta kétszer is megismétlik. Arra pedig figyelnek, hogy az öntözés a kora reggeli és kora esti órákban történjen. A ház körüli haszon vagy dísznövények esetében is ezek az idősávok javasoltak, legjobb azonban, ha a hajnali locsolás mellett döntünk. Mind a haszonnövényekről, mind a, akár a veteményekről, kultúrnövényekről meg kell próbálnunk minél korábban öntözni, tehát a hajnali órákban. Pont azért, mert hogy még akkor sokkal kevesebb a párolgásunk, mint a későbbi időszakban. Ha véletlenül nem tudunk meglocsolni a kora reggeli órákban, akkor inkább a késő esti órákat próbáljuk preferálni. Napközben, ha lehetséges, akkor inkább kerüljük az öntözést. Az esti óráknak a öntözési problémája talán az lehet, hogy mivel hogy este sem csökken le a levegő hőmérséklete, ezért sokkal nagyobb a fertőzés, a gombafertőzés okozta probléma a késő esti öntözések hatására. A tapasztalat az, hogy a párás, aszályos időben még az arra kevésbé hajlamos növények is könnyen elkaphatják a gombafertőzést. Az öntözés mellett a tápanyagellátásra is érdemes figyelni. A nyári időszakokban általában a kálium és a foszfor túlsúlyos műtrágyákat szoktuk javasolni. A nitrogén tartalmú műtrágyáknak ugye az a problémája, hogy az hajtásnövekedés generál. Ebben a nagy melegben nem biztos, hogy az a fő célunk bármilyen növény esetében is, hogy egy óriási növekedést érjünk el nála, hanem inkább arra, hogy megerősödjön a gyökere, felkészüljön esetleg a későbbi kánikulára is, vagy ha mondjuk elmegyünk nyaralni és nincs senki, aki meglocsolja a növényeket, akkor ezeket az időszakokat azért könnyebben túl tudja élni, hogyha a gyökérzónája lejjebb van, mint hogyha egy mindennapos locsolás esetében magasan tartjuk a gyökérzónát. A száraz időszakot is jól tűrik az úgynevezett biodiversz kertek. Ebben kulcsfontosságú az élőlények sokfélesége és az élőhelyek változatossága. Ezek a kertek nem csak látványosak, hanem olyan természetes ökoszisztémát alkotnak, melyek segítik az esővíz megtartását és az esővíz elvezetését, csökkentve ezzel a vízszükségletet és a víz eróziós hatásait. A Magyar Nemzeti Bank vezetői körlevelet bocsátott ki a hazai bankoknak és pénzügyi vállalkozásoknak az online hiteligényléses kibercsalások megelőzésére. A felügyelet tapasztalatai szerint ugyanis egyes adathalászok azután, hogy megszerezték az ügyfelek internet vagy mobil banki azonosítóit, nem csak a bankszámlájukon lévő pénzt vették el, de még online személyi hitelt is igényeltek a nevükben, vagyis még jobban megkárosították őket. A piaci szereplők által eddig megtett intézkedéseken túl az MNB elvárása, hogy az ügyfelek a továbbiakban saját döntésük igényük alapján tilthassák le a hiteligénylés online módon való benyújtásának, ügyintézésének lehetőségét az internet vagy mobil banki eszközeikről. Saját biztonságuk érdekében pedig e korlátozást csak ők maguk személyesen vagy auditált hírközlő eszköz útján oldhatják fel és aktiválhatják újra.
Problémamentesen zajlott annak a 4 tonnás afrikai elefántnak a szállítása, aki Spanyolországból érkezett a Nyíregyházi állatparkba. Az új lakó azzal a nem titkolt céllal utazott a sóstózóba, hogy társa legyen a már itt élő 2 tehén elefántnak. Az állatparkban az országban egyedülálló módon tenyészközpontot alakítottak ki az ormányosok számára, ahol ezidáig már 4 borjú látott napvilágot. Angol-spanyol nyelven kommunikálnak a gondozók a Nyíregyházi Állatpark új Spanyolországból érkezett lakójával. A Jumbo nevű 20 éves afrikai elefánt az Európai Fajmegőrzési Program keretében utazott sóstóra, azzal a nem titkolt céllal, hogy tenyészbikává váljon. A Nyíregyházi Állatpark élen jár az afrikai elefánt tenyésztésében, hiszen 2000 óta mutatunk be és tenyésztünk állatokat. Ez idáig itt 4 kis elefántborjú is napvilágot látott. Maga a faj igazi leg, hiszen a legnagyobb szárazföldi emlősről van szó. Egy bika akár 5 tonnás is lehet, ráadásul a vemhességi idő is 22 hónap, sőt egy bébinek az első napján a testtömege 100 kg. Hogy gördülékenyé váljon az otthonná válás folyamata, először a nyíregyházi gondozók mentek Valenciába. Itt megismerték az állatot, a szokásait, a vezényszavakat, majd a spanyol gondozó is meglátogatta Jumbót, hogy segítsen megszoknia az új lakóhelyét. Ehhez a másik 2 elefánt is nagyban hozzájárult. Még ilyenkor szaporodási időszak nincsen, tehát Kwanzának, a nőstény állatnak várjuk meg az ivarzási időszakát, de már azt most látjuk, hogy nagyon szimpatizál egymással a hím és a nőstény állat. Ormánytapogatások vannak, egymáshoz simulások vannak, sőt eleinte, amikor még Jumbo ismerkedett a külső és belső kifutórendszerrel, Kwanza lombot vitt neki szerelme jelképeként, úgyhogy jól látszódik, hogy befogadta a nyíregyházi csapat az új állatot. Az afrikai elefántok zöldség-gyümölcsfélével táplálkoznak, de a nyíregyházi állatparkban óriási mennyiségben naponta 150 kg szénát is fogyasztanak. Sóstón az országban egyedülálló módon afrikai és ázsiai elefántokat is bemutatnak. A Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapja lehetőséget teremt a Nyíregyházi Egyetem kutatóinak és hallgatóinak arra, hogy saját területükön maradandót alkothassanak és elmélyítsék tudásukat az általuk választott témákban. A kutatói ösztöndíj programra július 31-ig pályázhatnak az érdeklődők. A Nyíregyházi Egyetem a vizsgaidőszak végeztével sem hagyja feladatok lehetőségek nélkül a hallgatóit. Az ECÖP ösztöndíj pályázatai a hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan hallgatók, valamint fiatal kutatók támogatásával, akik az adott felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. Nyíregyházi Egyetem a között a 30 intézmény között van, aki be tudott ebbe kerülni. A kiválóság tehetséggondozás lenne itt a jelszó. A teljes kutatói életpályát lefedve alap, osztatlan képzés, mesterképzéses hallgatók és fiatal kutatók 45 év alatti, aki PhD, tudományos minősítésre készül, vagy kevesebb mint 5 éve szerezte meg a tudományos minősítését, azok pályázhatnak. Jelenleg ez ugye 2 szemeszter, 2024. szeptemberétől 2025. július 30-ig terjed ez az időszak. 5-10 hónapos ösztöndíjat lehet szerezni, 125 ezer-től 250 ezer forint per hó. Tehát ez elég jelentős, különösen a térségi viszonyokra, a sajátos szociális helyzetre. Ez egy kicsit a odaadását a hallgatóknak, a kiváló hallgatóknak fokozni tudja, tehát ez egy komoly anyagi támogatás. Az alapképzés esetében Szabó György elmondása szerint az önálló tudományos munka elkezdésével a tehetséggondozás lenne a cél. A fiatal kutatókkal szemben pedig tudományos publikáció az elvárás. Itt most fejest ugrottunk, annyi szerencséje van a Nyíregyház Egyetemnek, hogy a belső tehetséggondozás, akár a szakkollégiumi rendszer, a tudományos diákköri hálózatunk nagyon aktív, tehát így a már előző időszakban bizonyított hallgatókat el tudjuk érni, tehát a pályázati felhívás megjelenése előtt a tények ismertek voltak, csak a hivatalos dokumentum és a teljes szabályzatrendszer még nem került jóváhagyásra, de a hallgatók lelkileg készülhettek. A pályázat megnyerésétől függetlenül
Itt ugye arról van szó, hogy valamilyen szenvedélye van A, B, C hallgatónak, és egyébként is végez ilyen jellegű tudományos kutatási tevékenységet, ez egy plusz lehetőség. Az ösztöndíj program a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alaptámogatásával valósul meg. A pályázatok elektronikus úton történő benyújtási határideje az ECÖB portálon 2024. július 31. Az MB2-es Újonc Békés Csaba ellen tartja a bajnoki főpróbát a Nyíregyháza Spartacus. Timár Krisztián élvonalbeli együttese szombaton 18 óra 30-as kezdettel az örökösföldi pályán fogadja ellenfelét. Szombaton játsza utolsó felkészülési meccsét az MB2-es Kisvárda is. A várdaiak Budapesten zárt kapus mérkőzésen az MB1-es Újonc Győr ellen lépnek pályára. A hagyományokhoz híven a sóstói strandfürdőben táboroznak a nyári időszakban az Aqua SE fiatal vízilabdázói. Az öt turnus alatt több mint 500 gyerek kerül először kapcsolatba a pólóval, vagy pedig csiszolja már meglévő tudását. Friss hír, hogy 6 év szünet után az egyesület ismét indít felnőtt OB2-es csapatot. Elkészülni! Gyerünk gyorsan! Kincskeresés a sóstói strand nagymedencéjében. Urbin Tibor edző üveggyöngyöket szór a vízbe, a táborozó gyerekek pedig igyekeznek a lehető legtöbbet begyűjteni belőlük. Persze nem ez a fő elfoglaltság az Aqua SE úszó és vízilabda táborában. Minden nap két sportfoglalkozás van. Reggel úszással és vízilabdával kezdünk, mert reggel ugye még mielőtt megnyit a strand, mi már itt vagyunk benne, és tudunk kapukat is betenni és labdázni. Délután is van egy úszás foglalkozás, több csoportban, több kezdőktől a vízilabdásokig foglalkozunk velük, és nem titkolt céllal a szeptemberi vízilabda edzésekre egy nagyon jó merítési lehetőség számunkra, mert nagyon sok olyan gyereket tudunk megszólítani, akik későbbiekben csatlakozhatnak hozzánk edzések során. Szeptembertől. Szabó Tünde gyerekként részt vett hasonló nyári úszótáborokban, de mint mondta, akkor jóval kevesebben voltak. Ezen a nyáron 5 turnusban több mint 500 gyerek fordul meg az Aqua SE táboraiban. Mindig örömmel jövök ki az Aqua SE-nek a táboraiba, a nyári táboraiba, hiszen rendkívül sok gyereket láthatunk, hogy jól érzik magukat. Ugye a vizes sportágak egyike a vízilabda, a másik az úszás, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen eredményességi utánpótlás nevelési egyesület van Nyíregyházán, amely tényleg példaértékkel működik. Ezt lehet látni az eredményekből, a fiúk és a lányok is hozzák sorra az utánpótlás nevelésben az eredményeket, sőt, most már az U16-os versenyzők közé is adtunk világbajnoki ezüstérmest Urbin Zsófia személyében. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, a gyerekekre, és arra is, hogy igazából tényleg most már Nyíregyháza elmondhatja, hogy egy nagyon sportos város, bármilyen sportágat ki lehet próbálni a kisgyermekeknek, és lehet sportágat választani. Az országos bajnokságban szereplő gyermekserdülő és ifjúsági csapat már ezen a héten elkezdte a felkészülést. Az Aqua SE pólósai ott lesznek a megszokott sorozatokban, sőt, ismét indít felnőtt csapatot is az egyesület. Minden bajnokságban ugyanúgy elindulunk, egészen az alaptól, ami az észak-kelet-teleti bajnokság, több korcsoportban, itt a gyerek 1, 2, 3, 4, illetve a bébi korosztállyal, lánycsapattal fogunk indulni külön, most már nem az Egerrel karöltve, hanem önállóan, most már nyíregyházi csapat, nyíregyházi gyerekekkel az észak-keleti területibe, illetve a tehetséggondozó bajnokságban, a THG-ban, ami már egy összefogott bajnokság országosan, illetve országos bajnokságban fogunk indulni ugyanúgy a gyermek, serdülő és ifi csapatokkal, és újdonság lesz most már 6 év után, hogy OB2-es felnőtt csapatunk is lesz. A pénteki turnus záró nap után egy hét szünet következik, majd július 29-től a nyár utolsó tábora indul el 110 úszó, illetve vízilabdázó palántával. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Letartóztatását indítványozza a főügyészség annak a 64 éves eperjeskei lakosnak, aki 4 nappal ezelőtt szerelemféltés miatt megölt egy férfit. A gyanúsított hétfőn éjjel ment látogatóba egy nőhöz, akinél egy másik férfi vendégeskedett. Felindulva felkapott egy szerszámnyelet, amivel a 49 éves nőt és a vele egyidős férfit is bántalmazta. Őket másnap találták meg a lakásban, a férfi életén azonban már nem lehetett segíteni, belehalt sérüléseibe. Minden eddiginél korábban virágzott az akác és a napraforgó is, ami nem könnyítette meg a méz előállítását. Ráadásul utóbbi esetében csaknem 40 fokos kánikulában kellett dolgoznia a méheknek, ami messze van az ideálistól. A térségben ennek ellenére is sikerült elérni egy közepes terméshozamot. Ami viszont aggasztó, hogy a méhészek még mindig mélyen áron alul tudják eladni mézüket a kínai műanyag méz globális elterjedése miatt. 4 tonnás bika érkezett a Nyíregyházi Állatpark afrikai elefánt teheneihez az Európai Faj Megőrzési Program keretében. A 20 éves Jumbo nevű vőlegény a spanyolországi Valencia állatkertjéből utazott a sóstózóba, hogy társa legyen az itt élő 2 elefántnak. A több tonnás állat szállítása probléma mentesen zajlott. Július 19-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, legyen szép a hétvégéjük, viszontlátásra! Szombaton a középső és keleti ország részben délelőtt még változóan napos, illetve mérsékelten felhős égbolt lesz jellemző. A délután második felében már a keleti ország rész felett is megszaporodhat a felhőzet, melyből szorványosan záporok, zivatargócok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Vasárnap többségében változóan napos, gomoly felhős időre van kilátás, napközben a Tiszántúl felett még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, a hét utolsó napján hűvösebb lesz az idő, 24 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.